Nagy volt a sürgésforgás szombaton Dombóváron a polgármesteri hivatal mögötti múzeum kertben. Az asszonyok, férfiak szelték a paradicsomot, a paprikát, a hagymát, azaz a lecsónak valót. Ezek az alaphozzávalók, melyet az önkormányzat biztosított a főzéshez, de voltak, akik megcsavarták egy kicsit, és cukkinivel, csülökkel vagy éppen húsgombóccal is gazdagították. Volt, ki bográcsban főzte, és volt, aki tárcsán sütötte a lecsót. Lesz egy hagyományos lecsónk, egy ilyen kolbászos, tojásos verzió, a másik pedig egy ilyen kicsit kuriózum jellegű, az kacsamájjal fog készülni. Hát meglátjuk, hogy mennyire leszünk eredményesek. A szoros küzdelemben 25 csapat mérte össze főző tudományát. Egy külön díjat kapott a Dombóvári Vállalkozói Egyesület és a Dombóvári Gazdakör közös csapatának a tojással készült lecsója is. A legnagyobb kupát a Dombóvári Alapfokú Művészeti Iskola Paprikató Hagymarkató elnevezésű csapata érdemelte ki. Pintér Szilárd polgármester elsősorban a közösségépítés jellege miatt kezdeményezte a rendezvényt, melyet az elmúlt évtizedekben Gunarason rendeztek, és tavaly el is maradt. Ez egy meghívásos esemény a mai, a 40 meghívottból 25-en jelentkeztek, és úgy látom, hogy jól érzik magukat, és készülnek a jobb-nálóbb lecsók. Tekintett arra, hogy a 19. század óta a Dombváron ugye működött a konzervgyár, Dőriék által, a lecsófőzésnek megvan a hagyománya. A Tóth Zoltán civil tanácsnok, önkormányzati képviselő, Bank István és Klotz István által alkotott zsűri az ízvilág mellett a tálalást is szigorúan figyelembe vette a lecsóverseny értékelésekor. A jó hangulat és a jó idő estig kitartott.